tűzhelyen hagyott olaj kapott lángra a katasztrófa védelem egyik kis filmjében. A jelenetben szereplő családnak itt szerencséje volt. A füstérzékelő jelzése miatt ugyanis még időben ki tudtak menekülni a lakásból. Az eszköz életeket menthet, mégis a katasztrófa védelem egyik friss statisztikája azt mutatja, hogy az elmúlt hónapokban lakástűzben érintett ingatlanokban nem használtak ilyet. 2024 első fél évében 217 lakástűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ez 25 lakástűzzel kevesebb, mint 2023 azonos időszakában, tehát az első fél évben elmondható, hogy leggyakrabban kéményekben, konyhákban, fürdőszobákban és hálószobákban keletkezett tűz, ami megdöbbentő a 217 tűzzel érintett lakás kapcsolatosan, hogy egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek az érzékelők már a kezdeti fázisban rögtön jeleznek, hangot adnak, és akár életeket is menthetnek. Az elmúlt fél évben a vármegye területén történt lakástüzekben több tragédia is történt. A 217 lakástűz esetében 15 ember sérült meg, hárman pedig életüket vesztették, ketten januárban, és egy ember pedig februárban. Aranyosapáti, Anarcs és Nyíregyháza. A nyíregyházi eset amúgy a leghosszabb beavatkozás volt. Január végén egy Rákóczi utcai társasházi lakásban keletkezett tűz, ahol az oltással és utómunkálatokkal együtt több mint 5 órán keresztül kint voltak a kollégáim. A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében több esetben indult tűzvizsgálat. Vannak olyan helyzetek, amikor nem egyértelmű az első pillanatban, hogy vajon miért is keletkezhetett a tűz. Tűzvizsgálatot 10 ingatlannál rendeltek el, de elmondható, hogy gyakran elektromos meghibásodás okozott tüzet az elmúlt fél évben, illetve nyílt láng használata, dohányzás is volt a háttérben. A statisztikából a szénmonoxid miatti riasztások esetében az derült ki, hogy 2024 első felében összesen 27 alkalommal riasztották a vármegyei tűzoltókat, 6-tal kevesebb szer, mint tavaly ilyenkor. Szénmonoxid mérgezést pedig 9 ember szenvedett el. Tévhit, hogy ezek az esetek csak a fűtési szezonban fordulhatnak elő. A nagy kánikulában is megtörténhet, hogy a kintinél hűvösebb levegő beszorul a kéménybe, és a vízmelegítés során keletkező füstgáz nem tudja azt kilökni. Emiatt visszaáramlik a lakótérbe, és szénmonoxid keletkezik. A júniusi hőségriasztás 4 napjában országosan 24-szer riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt.